A műsor támogatója a Fuerteventurai Turisztikai Hivatal. A műsorunk főpartnere a Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája. A jövőt építjük. A maradandó építészeti alkotások támogatója az A-híd ZRT. Sziasztok, én Tamás Anita vagyok, innen Teneriféről, és mai napon egy nagyon különleges helyre látogattam el, azért, hogy a mediterrán építészettel kapcsolatban gyűjtsek további információkat, méghozzá az ősi építészetről. Itt vagyok a híres Güímár piramisoknál, amelyek első ránézésre csak egyszerű kőépítmények, kőrakások, pedig hihetetlen a történetük. A güímári piramisok a mai napig fejtörést okoznak a régészek számára, hisz sok a találgatás velük kapcsolatban. A piramis szó hallatán sokunknak az egyiptomi formák jutnak az eszünkbe, pedig ezek 6 négyszögletes alaprajzú lépcsős piramisok, amelyek sokkal inkább a mexikói maja és azték piramisokhoz hasonlítanak. A piramisok sarkán lehet látni a leginkább, hogy ezek nem egyszerű kőépítmények, hiszen meg vannak munkálva és csillagászatilag vannak tájolva. Sokáig hitték azt, hogy ezek az építmények az ősi földművesek által készített egyszerű kőrakások, pedig annál sokkal többek. Állítólag a guancsok, azaz a Kanári-szigetek első ismert őslakosai ezek alatt egy barlangban éltek. Güímárban eredetileg 9 piramis volt, de mára csak 6 maradt meg, mert egyesek építőanyagként elhordták és felhasználták azokat. Vajon mi volt a piramisok igazi funkciója? Lehet, hogy az elhordott és felhasznált kövek most is megtalálhatók valahol, akár egy lakóházba építve? Pont az ilyen megválaszolatlan kérdések miatt vált ilyen különlegessé ez a hely. Lehetséges, hogy ezek a kövek, ezek a kőépítmények lennének az ős mediterrán alapjai, hiszen a természet, a természetes alapanyagok a mai napig megjelennek az építészetben. Hát ezt fogom majd tovább kutatni, de nem ma, hiszen nem sokára találkozom majd Szilvivel, az egyik utazás szervező iroda helyi képviselőjével, aki szintén nagyon sok mindenben fog nekem segíteni, és nagyon sok érdekességet fog elmondani majd a szigetről. Szia, Szilvi! Köszönöm szépen, hogy szántál rám egy kis időt. Szia, nagyon szívesen. Képzeld el, hogy most jöttem nemrég a güímári piramisokról, és az lenne a kérdésem, hogy milyen hasonló természeti szépséget, illetve programot tudnál ajánlani nekem itt Tenerifén. Amit mindenképpen látnotok kell, ez a Teide, ami ugye itt van a sziget közepén, és nem csak a Kanári-szigetek, hanem egész Spanyolország legmagasabb pontja, 3718 méter magasságán, ugye milyen okos vagyok. Van még ugye a Loro Park, a Siam Park és a Sárkányfát, azt kéne hagyjam, ugye azt ugye abszolút ugye a nőkről megjegyzik a férfiak, ugye, ami Icon de los Vinosban található, ahol akár borokat lehet kosszolni. Milyenek a helyek, milyen a helyi életérzés itt Tenerifén? Szeretnek bulizni, szeretnek menni az esti programokra, az éjszakában latin zene, ugye már magából edődik, hogy ugye ezekre a ritmusokra élnek és lélegeznek a helyiek, tehát barátságosak, kedvesek, elosztott munkarendben dolgoznak nagyon sok helyen. Az azt jelenti, hogy mondjuk reggel 10-re bemennek dolgozni, akkor délután egyig egy kicsit dolgozgatnak, aztán utána van egy ilyen siesta időszak, lepihen, megebédel, vagy lemegy a partra, és akkor mondjuk délután 5-től még este 8-ig, amikor már megint nincs olyan nagyon meleg, akkor tud újra dolgozni. Itt ez a dolog. Azért kipróbáljam. Hát, ha. Ez a napi 6 óra, ez beleférne. Jó, nagyon szépen nagyon köszönöm, szívesen. Nagyon sokat segítettél. Szilvitől nagyon sok mindent megtudtam, hogy mit érdemes megnézni itt Tenerifén, úgyhogy azt hiszem a listát azt a sárkányfával fogom kezdeni, de csak a következő részben. Sziasztok! A jövőt építjük. A maradandó építészeti alkotások támogatója az A-híd ZRT. A műsorunk főpartnere a Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája. A műsor támogatója a Fuerteventurai Turisztikai Hivatal.